Egyre több szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Áprilistól indul a zöld hulladék elszállítása. Megkezdődött az új 56 méteres torony építése a drótos tetőn. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Egyre gyakrabban lángol a hegyoldal térségünkben. Az elmúlt 24 órában is több száraz fűtűzhöz kellett vonulniuk az ózdi tűzoltóknak. A káresetek több mint fele vegetációt érint. Az oltás a helyi állomány jó részét megmozgatja. A kivonuló egységek kéziszerszámokkal avatkoznak be. Sokszor a lakosság is igyekszik segíteni a lánglovagok munkáját. Ma például táblában oltotta lapáttal a tüzet egy férfi, aki igencsak felháborodott a történteken. A száraz fűtűzzel leginkább érintett területek a város és a térség peremkerületei, valamint a települések közötti nagyobb egybefüggő parcellák, ahol az ott élő állat és növényvilág is megsínli a történteket. A Gálvölgye útról ma is jól látható, hogy tegnap este valaki felgyújtotta ezt a részt. Az elmúlt 24 órában legalább 5 helyszínre riasztották hasonlókból a helyi lánglovagokat. Az utóbbi időszakban térségünkben is egyre magasabb a szabad területi tűzeset szám, de nem éri el a tavalyi szintet. 2022-ben közel 1000 káresethez vonult az ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állománya. A 2023-as év eleje ennél mérsékeltebb, talán a lakosság is tehet valamit azért, hogy tovább csökkenjenek a számok. Összesen 13 ember a beavatkozó állomány egy szolgálati csoportban, és ez a 13 ember próbál a maradék 70 ezerre figyelni, akik a működési területünkön élnek. Abban az esetben, hogyha a minimális gondoskodást, a minimális karbantartást sem ejti meg, főleg a tavaszi időszakban a tulajdonos, azzal egyrészt a mi munkánkat nagyban tudja megnehezíteni, a vegetációban keletkezett tüzek számát szaporítani, de ami talán fontosabb, hogy a saját épített környezetében, vagy akár egészségében, életében is egy olyan veszélyforrást tart maga körül, amit nagyon-nagyon nehezen tudunk kezelni. Jelenleg nagyjából 200 eset számnál tartanak, ami azt jelenti, hogy napi 2-3 alkalommal is be kell avatkozniuk. Az ilyen helyzetekkel az egyik legnagyobb probléma, hogy elvonja az erőket az épített környezetben esetlegesen bekövetkező károktól. Sajnos ez tulajdonképpen az állománynak a fizikálisan az igénybevételét is nagyon-nagyon amortizálja, mert ugye bele kell gondolni, hogyha 24 órából mondjuk kint vagyunk 12-14 óra hosszát napközben, és mondjuk éjszaka történik egy ilyen káreset, ami mondjuk egy lakóháztűz, akkor ugye nem olyan fizikai állapotban és nem olyan éberséggel tudunk egyáltalán dolgozni. A műszaki állapotokat is igénybe veszi az autóknak, tulajdonképpen ezek az autók nem terepre vannak kitalálva. Így lángolt a domboldalma kora délután Táblaváros részben. Egy-egy ilyen esetben a közelben lakók is igyekeznek megtenni mindent, hogy megakadályozzák a tűz tovább terjedését. A lánglovagokhoz hasonlóan kézi szerszámokat használnak. Sokan felháborítónak tartják a gyújtogatást. A civil népesség ugye minden nap 8 órában dolgozik. Mi hazaszaladunk egy kicsit, megnézzük a családot, utána elmegyünk maszakon, nem arra érünk rá, hogy mi tüzet oltjunk minden évben legalább vagy kétszer. Mivel a szeles és napsütéses napokat hétvégén jelentősebb csapadék nélküli időjárás követte, megnövekedett az erdőre átterjedő szabadtéri tüzek kialakulásának a veszélye. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal ezért tűzgyújtási tilalmat rendelt el március 18-ától Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Áprilisban indítja házhoz menő zöld hulladékgyűjtését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hulladékgazdálkodási közszolgáltató Nonprofit Kft. A gyűjtőedényzetbe kizárólag falevél, ágnyesedék, levágott fű vagy gyom kerülhet. Az elszállítás két hetente történik április 1-e és november 30-a között. Az Ózdi Város üzemeltető intézmény telephelyén sorakoztak a zöld kukák még 2020-ban. Ekkor igényelhették ezeket a szemeteseket a családi házas övezetben élők. Idén áprilistól újra útjára indítja a BMH házhoz menő hulladékgyűjtési akcióját. Kizárólag a kiosztott 240 literes gyűjtőedényből szállítják el a hulladékot.
kérjük, hogy figyeljenek oda arra, hogy a zöld hulladék gyűjtőedényekbe kizárólag zöld hulladék kerüljön, különben nem kerül elszállításra a hulladék gyűjtőedényzetből a hulladék. Kérjük, hogy a műtett gyűjtőedényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. Amennyiben az edényzet őrméretét meghaladó zöld hulladék keletkezik a háztartásukban, abban az esetben a keletkezett zöld hulladékot hulladékudvarainkban negyed évente 250 kg-ig ingyenesen leadhatják. Közterületet nem szennyező módon kihelyezhetőek a nagyobb faágak, legfeljebb 2 cm-es átmérőig, 1 méter hosszúságúra feldarabolva. Fontos, hogy az ágakat kötegelve kell kirakni. A családi házas területeken az önkormányzat jelenleg is biztosítja a kerti hulladék környezetbarát elhelyezésének lehetőségét a zöld hulladék házhoz menő szelektív gyűjtése révén. A közszolgáltató 2 hetente szállítja el a zöld hulladékgyűjtő edényekben elhelyezett ágakat és nyesedékeket. További lehetőség a lakosság számára például a komposztálás is. A környezet, illetve a levegő védelméről rendelkező szabályok értelmében 2021. január 1-től az egész ország területén tilos az avar és a kerti hulladék égetése. A háztartási vagy egyéb nem odavaló szemetet nem viszik el a dolgozók. A további részletekről, illetve hogy mikor, melyik utcából szállítják el a zöld hulladékot, az weboldalukon a 2023-as naptárban található meg. Itt a szolgáltatási terület főre kattintva, Ózdot kiválasztva jelenik meg az aktuális dokumentum. Elkezdődött az új 56 méteres torony megépítése a drótos tetőn. Az Antenna Hungária Kft. Egy szombathelyi vállalkozót bízott meg a kivitelezéssel, akikről kiderült, hogy ez már az ezredik torony, amelyet elkészíthetnek. A szakemberek az ütemterv szerint először egy 15x15 méteres részt ástak ki, 2 méter 20 cm mélységben, amelybe a 17 tonnás betonvas alap került. Ezt a helyszínen szerelték össze. Az új rácsos csőtorony 3 lábon fog állni, amelyeket gerendák tartanak. A régi egység még szögvasból készült, és egyébként az Ózdi Városi Televízió eszközei is, mint például antennája, mikrohullámú berendezése és adója is itt található. A tervek szerint a toronyra egy kivilágított Ózd felirat is fog kerülni. A munkálatok határideje április 30-a. A drótos tetőn lévő TV-torony, mely városunk egyik jelképének is mondható, az Antenna Hungária Kft. Tulajdonában van, és az Antenna Hungária már a tavalyi esztendőben úgy döntött, hogy új tornyot épít, a régit pedig elbontja. Ezért is vártunk az idevezető út aszfaltozásával, hiszen az már a tavalyi évi aszfaltozási programunknak is részét képezte, ám az itt az utat használó nagy teherautók súlya alatt tönkrement volna az új út, úgyhogy várhatóan májusig elkészül az új torony, és elbontásra kerül a régi, ezután kerül az út aszfaltozásra. Az utóbbi időben a Magyar Telekom több frissítést is elvégzett annak érdekében, hogy Ózdon minden előfizető elérje az Ózdi Városi Televízió műsorát a 313-as csatornán. Többen jelezték nekünk is, hogy már ott is fogható adásunk, ahol eddig nem látták műsorunkat. Ha ezek után van még olyan Telekom előfizető, aki a modem frissítését követően a távirányítón beütve a 313 számjegyeket még mindig nem látja az Ózdi Városi Televízió adását, mindenképpen jelezzen az ovtv.info@omekost.hu e-mail címre. Fontos, hogy megírják azt is, a városban melyik utcában laknak. Olyan visszajelzéseket is várunk, amelyek a pozitív változást jelzik felénk, hiszen minden információ hasznos számunkra. Az átálláskor több nézőnk is jelezte, hogy a megadott számon a 313-as csatornán nem tudja fogni a Telekom hálózatán az Ózdi Városi Televízió műsorát. Ők is és mi is többször jeleztük ezt a cégnek, és kérésünk meghallgatásra talált. A napokban többszöri frissítés után megoldotta a Telekom, hogy az Ózdi Városi Televízió műsora látható legyen az előfizetőknél, így ha valaki frissíti a modemet és beüti a 313-as számot, akkor most már biztos, hogy megtalálja műsorunkat a Telekom hálózatán. Kötelező bejelenteni a korábban engedély nélkül létesített az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakat. A Nemzeti Földügyi Központhoz szankciómentesen, azaz bírság nélkül meg lehet tenni a bejelentést egészen december 31-ig.
Magyarországon több százezer ingatlan tulajdonost érint az engedély nélkül, de ettől még nem feltétlenül jogszerűtlenül létesített és működő furt vagy ásott kutak utólagos engedélyeztetése. 1992 előtt ugyanis nem kellett engedély, illetve bejelentés kútfúráshoz. Az eljárás illetékmentes, azonban kell a kút összes lényeges paraméterét rögzítő szakvélemény képesített és hivatalosan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. Sarnyai Patrik ózdi fotós alkotása is megtekinthető a március 14-én nyílt Magyarország 365 című fotókiállításon Budapesten a Dunakorzón. A tavaly ősszel meghirdetett pályázatra egy alkotó 25 fényképet küldhetett be, természet és táj, épített és tárgyi örökség, valamint életképek kategóriákban. A fiatalember 2017 óta a fotózás szerelmese, hivatásos fényképésze a Nagyanyám Blúza együttesnek, valamint referenciái közé tartozik a tájképek, portrék, streetfotók, események, rendezvények fotózása. Az idei kiállításra az elmúlt 4 év alatt beküldött 120 ezer fénykép közül választották ki a legjobb 200-at, amely közé a Nyugvó Nap című alkotását is beválogatták. A fénykép 2022 tavaszán készült Ózdon a Búzásvölgy fölötti hegyeken. A kiállítást este is meg lehet nézni, mert a fotók nagy részét hátulról megvilágított fóliára nyomtatták. A tárlat április 10-ig tekinthető meg a helyszínen. Kinyíltak a tavaszi virágok a harmaci dombokon, habár idén már februárban elrajtolt a tavasz, a lankán jelenleg is virágpompa fogadja az arra kirándulókat. A citrom színű héricseken kívül a kökörcsinek is kibújtak a földből, hogy megmutassák magukat. Mindhárom növény védett, így nem ajánlott leszedni. Csibesárga héricsek, lila kökörcsinek és lilás bíbor színű fekete kökörcsinek díszítik a harmaci dombok lankáit, ahová egyre többen látogatnak el a csodálatos virágtenger látványa miatt. Mindhárom növény Magyarország védett virágai közé tartozik, leszedni tilos, így csak a látvány marad. A szabályt minden körülmények között be kell tartani. Nagyon fontos, hogy már általános iskoláskorban felhívják a gyerekek figyelmét a természet oltalmára, ezen belül a ritka növények védelmére. Már egészen alsó tagozatban is foglalkoznak azzal a tanítónénik, hogy melyek azok a növények, amelyek védelemre valók, illetve ugye állatok is, nem csak növények. A gyerekek mindig rácsodálkoznak, mert nem igazán tudják azt, hogy ez most védett, ezt nem szabad leszedni, mindig el kell nekik mondani, hogy egy védett növénynek eszmei értéke van, bár most már természetvédelmi értéknek nevezzük, és ez bizony, hogyha feljelentésre kerül, akkor kemény pénzbüntetést von maga után. El szokta csodálkozni egy-egy hétköznapi növénynek a védettségén is, például a hóvirágnak a védettségén, de ami mostanában ugye tömegesen látható, a tavaszi hérics, aminek szintén eszmei értéke 5000 forint, vagy akár a leánykökörcsin. A nyiladozó héricseket és kökörcsineket az ózdi természetbarátok körének tagjai is megfigyelték hétvégén. Mindhárom növény a kedvencei közé tartozik, minden év tavaszán ellátogatnak lelőhelyükre. Megnéztük ezeket a gyönyörűségeket, 55 fő vett részt a túrán. Én nagyon boldog voltam, hogy ennyi ember eljött, és együtt gyönyörködtünk a természetben. Úgy gondolom, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy Ózdot ilyen csoda veszi körül, hiszen ezek a város csodái. Aki teheti, kiránduljon a harmaci dombokra, mely a magyarországi Natura 2000 területeinek egyike. Az ózdi levendulás szomszédságában lévő lankákon megcsodálhatják a most virágzó tavaszi virágokat. Azonban ezeket a növényeket ne ássuk ki, ne szakítsuk le azért, ha csak kiskertünket szeretnénk vele ékesíteni. A növénynek nem ideális a kerti talaj minősége, így csak addig tartana a csodaszép virág élete, amíg hazaérünk vele. Amennyiben békén hagyjuk, jövőre is hasonló élményt szerezhetünk tavaszi kirándulásunk alkalmával. Döntetlent játszott idegenben a Lóczy Diese a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei női bajnokság 15. fordulójában. Az ózdi lányok a Herman Otto gimnáziumban léptek pályára, ahol a Miskolci VSC gárdája látta vendégül őket. A találkozó nagyon szorosnak bizonyult, a csapatok nem tudtak fogást találni egymáson.
Az első fél időben néhány ponttal a mieink bizonyultak erősebbnek. Pihenőre is 13-15-ös állással mentek. A második fél időben is hasonló volt a játékképe. A kiélezett küzdelem végén tehát döntetlennel zárult a találkozó. Végeredmény Miskolci VSC Lóci Diese 36-36. A mieink jelenleg vezetik a tabellát. Legközelebb március 24-én lépnek pályára. Ekkor a hazai pálya előnyét élvezhetik majd, ugyanis a MEAFC gárdáját látják vendégül a Marosi István városi sportcsarnokban. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Egyre gyakrabban lángol a hegyoldal térségünkben. Az elmúlt 24 órában is több száraz fűtűzhöz kellett vonulniuk az ózdi tűzoltóknak, a káresetek több mint fele vegetációt érint. Áprilisban indítja házhoz menő zöld hulladék gyűjtését a BMH. A gyűjtőedényzetbe kizárólag falevél, ágnyesedék, levágott fű vagy gyom kerülhet. Elkezdődött az új 56 méteres torony megépítése a drótos tetőn. A kivitelezést az Antenna Hungária Kft. Alvállalkozója végzi. A munkálatok határideje április 30-a. Most már azon előfizetők számára is elérhető az Ózdi Városi Televízió a Magyar Telekom hálózatán, akik eddig nélkülözték. Az adás továbbra is a 313-as csatornán fogható a modem frissítése után. Most pedig nézzük, milyen időjárás várható holnap. Szerdán is főként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de számottevő csapadék nem várható. Több helyen megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A reggel többnyire fagymentes lesz, napközben pedig már 16 és 21 fok közé is emelkedhet a hőmérséklet. Térségünkben hajnalban 0, míg napközben 16 fokot mérhetünk majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a kaleidoszkópot ajánlom figyelmükbe. A kulturális magazinban a házasság hetéről nézhetnek meg egy összefoglalót, egy verset is meghallgathatnak, valamint láthatnak egy összeállítást a városi március 15-i ünnepségről. Dobos Adrián már várja önöket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7-kor jövünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!